Januári szülése után Alekszejev Tamara a kairói világbajnokságon tért vissza. Egyiptomban váltóban mérsékelt teljesítménnyel szerepelt, de az Alba versenyzője a duplán hazai rendezésű versenyen remekül kiegészítette egymást Bauer Blankával, és dobogó közelbe ért. Jól érezte magát a versenyen, aminek egy remek negyedik hely lett az eredménye. Mély pontok szerencsére nem voltak, ritka az ilyen verseny. Talán olyan csúcspontok se, inkább azt mondanám, hogy egész versenyen ilyen folyamatos négyes voltam, ha osztályoznom kéne. A felkészülés is egyre jobban ment, tehát ugye 4 hónapja kezdtem el újból edzeni, és azt tudom mondani, hogy tényleg minden versenyről jobb vagyok, és remélem, hogy jövőre ez visszanyerem a régi formámat. Kisfia Dimitri érkezése alapvetően átalakította Tamara gondolkodásmódját még a versenyen is. Imádok anya lenni, és nagyon is nehéz így. Az a baj, hogy folyton rá gondolok, tehát hogy itt vagyok versenyen, és mégis folyamatosan rá gondolok, és egy kicsit másabb. A volános Tamás József a fővárosi Gyurkamárk Manóval versenyzett, 6. helyet ért erőfeszítésük. Sajnos a kombinált szám nem indult jól a fehérvári öttusázó számára. Először is köszönöm szépen mindenkinek, akinek kijött. Nagyon jó volt hazai közönség előtt életem első felnőtt Európa-bajnokságán szerepelni. Hát ott volt egy kis hibám sajnos rajtot követően. A versenybírók úgy látták, hogy kiugrottam, ezért 10 másodperces büntetést kaptam az első lövészet sorozat előtt. Hát nagyon sajnálom, mert ilyenkor ugye minden másodperc számít. Utána jött gyorsan egy futókör, ami alatt ezt a feszültséget úgymond ki tudtam adni magamból. Utána igyekeztem fókuszálni, sajnos ez a nap megbélyegezte. Tehát ezt a napot megbélyegezték a technikai számok, se a vívással, a lövészetem nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztem. A lovaglással, illetve a fizikai számokkal elégedett vagyok. A fehérvári öttusa Európa-bajnokság szerdán a női egyéni selejtezővel folytatódott.